mint a műsorunk címéből is kiderül, főhősünk az a következő másfél órában vendégek érkeznek, mégpedig teljesen váratlanul. Valamikor februárban Kós János életét pergettük így módon végig, ma este egy, ha jól meggondolom, behatárolhatatlan műfajú színésznő életéből, pályatörténetéből fognak előbukkanni olyan emberek, akik vagy csak simán érdekesek, ezért aztán emlékezetesek is voltak hősünk életében, és ezért kaptak meghívást ide, vagy esetleg sorsfordító szerepük is volt, persze, hogy kik érkeznek, az sok tekintetben a véletlen művet. Következik egy összeállítás, fővendégünk meg annyi arcával, alakításával, és aztán személyesen ő maga. Ma enyém a nap, hát hadd törjek én be a fiúk közé, ne dobjatok félre a sufli mögé. Ma titeket bámul, a szemem a szám, ma nagyokat ámul ez a született lány. Van rajtam egy nadrág, de nincs rajta sric, de elfog a patság, ha pikáns a vicc. A rúzsom Max Factor más nem is lehet, ma akár egy traktor úgy hengerelek. Ma nem leszek misztis, nem lesznek hibák, de bevallom iszkis ez a férfi világ. Ma titeket bámul, a szemem a szám, ma nagyokat ámul ez a született lány. A ma esti vendégünk, aki ez a váratlan vendégek sorban érkezni fognak, Galambos Erzsi! Azt akartam mondani, hogy hirtelen első látásra az eszembe jut, hogy milyen jól néz ki. Köszönöm szépen, öregasszony, nem vénasszony. Sokba kerül, míg így néz ki? Már nem anyagilag értem, természetesen. Na de anyagilag is. Anyagilag is? De levágattam a hajamat, új frizurám van. Ha több időm lett volna, még egy kis plasztikára is elmentem volna, hogy szép legyek, de na, hát azért az túlzás lenne. De tényleg azért azt szeretném tudni, hogy sok időt tölte magával egy magafajta ember. Tehát a küllemével. És akkor a többit majd a műsor hátralévő részében beszéljük meg. Hát én talán abban, hogy állandóan fogyókúrázom. Az én édesapám az 140 kiló volt, eléggé, hát mondjuk a régen híres ember volt, mert az Arizonának a főportása volt, ilyen hatalmas nagy emberke. Amikor az édesanyámat elvette feleségül, és az esküvőn egy olyan kis körfa fotöly volt, amiben úgy beült, anyukám ott állt, aki 44 kiló volt, és amikor vége volt ennek a fotózásnak, akkor édesapám felállt, és az Istennek a széket nem lehetett róla levenni. Azt mondta, hogy hát kérek valami kalapácsot, vagy baltát, levágták róla, és ott azt mondja, volt egy fotóm is egy szék. Szóval... A fogyókúra ez nem egy olcsó dolog. De nagyon mondom, kell vigyázni, nagyon imádok enni, és nagyon kell. Tehát hízékony, ilyen tekintetben nagyon. Az édesapjára jutott, nem az édesanyjára. Nem. De azt hallom például önről, hogy ha igazán formába akarja hozni magát, és szerintem ez a mai este olyan este, akkor például rengeteg margarint ken magára. Érdekelne, azt hiszem leginkább az érdekelne, hogy hová, másrészt pedig, hogy miért. Sándor, a margarinra sminkelek csak le.
Tudnélik, mindenki valamiben lesminkel a színházban. Én a lesminkel is azt jelenti, hogy amikor leveszi a púdert, akkor fölkenem azt a borzalmas mennyiségű festéket, vége van az előadásnak, akkor ezt a borzalmas festéket le kell szedni. Na most ez nagyon nagy mennyiség kell. Hát én ezt megoldottam margarinnal, ezt valamikor valamilyen nagy színésznő ajánlotta nekem. Akkor még nem ez a finom margarin volt, hanem a régi margarin volt. És ebben tele van vitaminnal, nagyon jó, nincs jó szaga, és a maradékat lenyalom. Van-e sok görcs önben, a tekintetben, hogy ma itt kik fognak előfordulni? Mert ugye a vendégek némiképpen azért meghatározzák az embert majd itt ma este, tehát ön. Szóval sok szorongás van önben a következő másfél óra előtt. Hát, most mondjam azt, hogy alig élek. Igen? Nem alszik már a kokóta? A barátaim, akik itt ülnek, tudják azt, hogy már két napja nem kell fogyókúrázni, mert állandóan fogom a kilincset, szóval... Kicsit menjünk bele a pályába, illetve a pályakezdésbe. Tud-e mondani egy olyan pillanatot, vagy egy olyan eseményt, amikortól fogva saját magát színésznőnek tartja? Hát azt, amikor eldöntöttem, hogy tovább nem leszek a tánckarba az Operettszínházban. Az is jó, de mondjuk azt a pillanatot, amikor érezte, hogy itt vagyok, ez az én pályám, színész, színésznő, színművésznő lettem. Na most az az igazság, hogy én amióta az eszemet tudom, én mindig ez akartam lenni. No, voltak állomáshelyeim, hát a Lakner bácsi, meg hát a ugye gyerekkoromban, Operettszínházban az összes Latabárral a Latyi Matyik. Szavát ne feledje, de hogy került a színház közelébe, hogy már gyerekkorában beleoltódott? Úgyhogy édesanyám 28 évig a Fővárosi Operettszínházba tépte a jegyeket. Jegyszedő volt? Igen. És én végeztem a sulival, bedobtam a ruhatárba a táskámat, be a nézőtérre, és ott én mindig megnéztem az előadást. Így láthattam 281-szer, mert annyiszor ment zsinórba a Szibil. Az az igazság, hogy én az Operettszínházban növendék voltam, az Egyesületi Színészképző Iskolába jártam, és ott már az első évben lehetett statkozni. Na most engem betettek a Nemzeti Színházba, botrányra csináltam, nem nekem való volt. A Kamilliés Hölgy főpróbáján Bajor Gizi ott állt a színpadon, és annyira vele éltem, hogy amikor a második felvonásban odadobják az arcába a pénzt, akkor én úgy összeestem a főpróbán. Szóval azt mondták, hogy most itt nem. Tetszett állni a harmadik sorban és összeesett? Mert nem, átéltem, nem, hogy... nem állhattam. Én mindig előre forradtam. Engem hiába állítottak a legutóbb, az volt az első, hogy addig-addig furakodtam, ameddig ott álltam. Na most képzelje ezt, hogy a Bajor ilyen jávar, pacs! És én... Ki ez? Vigyék ki! Szóval... Igen? Na szóval ilyen... Na az Operettszínházba, és akkor én mondtam az iskolába, hogy hát legalább hagy, én annyira tudok táncolni, engedjék meg, hogy az Operettszínházba a tánckarba legyek. Fényes Szabolcs volt az igazgató, és a Nemes bácsi volt a koreográfus, és azt mondta, hogy Erzsi, ülj ide ki a kispadra, és ha valakire csak háromszor szólok rá, negyedszer már te jössz. Na hát ne tudják meg, én ez nem jellemző rám, de én azt mondtam, most ne tudd ezt a rohadt lépést. Isten, legyen egy kis, csak egy kis görcs a lábadba, esz el! No, hát ez így történt. Miután már bent voltam a tánckarba, akkor megtanultam mindenkinek a szerepét. Hogy bárki kiessen, bárki, akkor nem odáll a helyükre. Hát szóval, hát még elsorolni is, ha azt mondom, hogy a Latabárok, a Feleki Kamila, Honti, az Ajtai, a Kismanyika, aki az eszményképem, Klatki Edit, Kardos Magna, Mednyánszki Ági, szóval... Ezek voltak a tanítómesterei, akikre egyébként drukkolt, hogy essenek ki? És ment a Bála Szavaja Bársai, Rózsi és a Dénes Oszkára. Na most csinálta a Rózsi egy csafot, és mondtam, mi veszteni valomban. Mondom, Rózsika, ne haragudjon, szólok, ez itt egy kicsit nem rendes. Itt ez a Bársony Rózsina? Igen. Mi? Ha mi ne szóljak rá? Hát én segíteni. Hány évkor különbsége? 600, hát nem minden. És akkor kezdődött az, hogy mindenki ezt tiszteletteljesen oda mentem, hogy tetszik lenni, hogy tetszik érezni magát.
És azt mondták, hogy itt milyen, de milyen aranyos, milyen udvarias ez a kislány, nincs semmi baj. Oda mentem az ügyelőhöz, hogy mindenki bejött, senki nem beteg. Na most én mindenkinek mindenit tudtam, 8. osztály, Fővárosi Operett Színház. Április 1-én kapunk egy telefont, volt telefonunk, nagyon szegény kislány voltam, de azért telefonunk volt, és akkor már nem voltam olyan szegény. És anyukám azt mondja, te ide hallgass, Bözsikém, a Fényes Szabolcs titkársága, azonnal menj be a színházba, mit csináltam? De anyuka, esküszöm, semmit. De valamit csináltam, mert nem, de hogy jó, az Fényes Szabolcs, hát mit akar egy ilyen kis senkitől, azt mondja, téged bejön, végünk van, abból éltünk, amit én ott kerestem. De végünk van, hát most mi lesz, vagy hogy... Mama, ne izgulj, majd csak valahogy kivágom magam. Bementem az irodába, és szépen fogadtak, és én... Azt mondja, Fényes Szabolcs, Klatki Edittet, aki a főszereplő volt, rosszul lett, kórházba vitték, megoperálták. Erzsi, most 12 van, este maga játsza. Na jó, maga tudja, maga mindent tud, maga nem fordulhat elő, mik az igényei. Na most én nem tudtam, hogy mi az, hogy mik az igényei. Mondtam, szeretnék a sztáröltözőbe öltözni. Na, ez volt az igényem, ma már másak az igényem. Most képzeljék el! Azért, bocsánat, szavát ne feledje, de azért, amikor Klatki Edit felgyógyulván ezt megtudta, gondolom egy életre szívébe zárta. Szeretnék a sztáröltözőben öltözni. Hát na ez arcúcsapással fölért, nem? Akkoriban meg különösen. Nem. Na most a Klatki Edit az egy 2 méteres csoda tehetség, szóval minden tudott, amit ebből a szakmából tudni kell. Én meg ekkora vagyok, mint a... Most már egy kicsit nőtem. Na most, ugye egy intézetben játszódott, azt mondták, hogy menjek fel a varodába, és rámadták a rakott szoknyát, ami idáig ér. És sok ilyen ruhát, azt mind úgy rámvarták. Na, én bementem 17:30 az öltözőbe. Percenként kopogtak a kolléganőim ugye a karöltözőbe. Művésznő, mondták nem így. Kér valamit. Akkor a gonoszabbik lent van a Klatki Editta. Portán csak hülyéskednek velem, de na ne viccelj, hát a Fényes Szabolcs miért hülyéskedne egy ilyen kis senkivel? Klatki, na, mondom, nem lesz semmi. Nem izgul, tényleg? Úgy, nem. Hát mindent tudok, hát miért izguljak? Most sokkal jobban izgulok. De amikor be kellett lépnem egy ablakon, mert ugye intézeti, ugye, már ott is rossz csont a szereplő, be, akkor egy kicsit elbizonytalanodtam, és erre az ügyelő, hogy ne le. Puff, belökött engem a színpadra, én behasaltam, nagy tapsot kaptam, mondom, már nagy baj nem lehet. Na és utána fölmentem a Fényes Szabolcshoz, hogy ezek után mit fogok játszani. Erre azt mondta a Fényes Szabolcs, hát ugyanazt, amit eddig, mondom, én? Ja, igen, maga. Ja, ne haragudjon, egy Galambos Erzsére nem jön be egy közönség, de egy Karádira bejön a közönség. Mondom, értettem, elmentem a színházba és leszerződtem a Royal Revue-hez. Ott, ahol Karádi is akkoriban énekelt, ugye? Igen, hát én a Sibylle-be hallgattam őt sokat, a Royal Revue-be, ahol épp hogy csak egy műsort csináltunk, amikor államosították a Royal Revue-t. Máig él az a hit egyesekben, aztán ez vagy igaz, vagy nem, hogy ön, miután Karádi Katalinnal is dolgozott, és ezzel megint csak nem tiszteletlenül a korára utalok, nyugodtan, még kisgyerek volt. Nyugodtan, benne volt az újságokban, nyugodtan. Igen? Szóval, tehát, hogy Karádival együtt dolgozott, ön megtanult állítólag félelmetesen hasonlóan, megtanulta utánozni őt, tehát úgymond karádizni. Meg gondoltam, hogy beugorhatok helyette. Ja, vagy úgy! Leste, hogy mikor betegszik már. Hát persze, most egy Karádi Katalin betegsége miatt, Sibylle Galambos Erzsi. Aha. És ma is még megy. Tehát ha most azt kérném, hogy mutasson belőle egy pici részletet, akkor tudná? Hát nagyon összeszedem, júj. Na, szedje össze picit magát. Ha gondolja, tarthatunk reklámszünetet. Nem. Ja, annyira nem kell. Nem, jó. Nem. Van egy mikrofon, vagy? Egy mikrofon? Vagy ez meg az abszolút jó, persze. Így a cappella bele. A cappella. Melyiket? Kis Petrovom, remélem, megbocsájtja, hogy búcsú nélkül hagytam el magát. Mm,
nincs kegyelem. Tudtam, hogy ez lesz a vége, hittem neked én, nincs menekülés, már te vagy a végzetem. Nincs kegyelem, nincs kegyelem, és a szívem elégne, jöjjön, ami jön, és megköszönöm, csak maradj meg én nekem. Szeretnék kérni, hogy mikor és hol vált ön prózai színésznővé, arra emlékszik-e? Igen. A Budapest Variettében, a mostani Józsefvárosi Színház, hát ilyen nagyon-nagyon jó műsorokat adtunk, duetteket, énekeltünk, táncoltak, és hát akkor ott már csináltam a magam dolgát. És így ment, és olyan jó nagy gázsim is volt, meg minden, szóval olyan, hát sztár voltam. És egyszer bejött hozzám az öltözőbe, bekopogott egy ilyen nagyon helyes, vékony, tüzes szemű, nagyon csinos fiatal ember, és azt mondja Galambos Erzsé, magát kielégíti ez, amit csinál? Hát mondom, miért? Azt mondja, én lettem a Miskolci Színház főrendezője. Én leszerződtetném magát szubretnek. Lejön? Mondom, le. Na most ezt a fiatalembert Kazimír Karcsinak hívták. Ön így emlékszik? Igen, igen, igen. Hát akkor most vagy az én papírjaim nem stimmelnek, vagy az ön memóriája, de minden esetre valami furcsa dolog fog történni. Kérem szépen, én úgy tudom, hogy ön fölfedezte a Miskolci Színház akkori igazgatója, Mészöly Tibor. Következik Mészöly Tibor. Ő is.
borzasztó régen nem láttalak, de semmit nem változtál. Köszönöm szépen a bókot. Viszont én változtam, és mint vendéged engedd meg, hogy ezt a kis virágot átadjam. Hát nagyon szépen köszönöm. Leteszem, jó? Na most akkor Tibor bácsi, följogosítottál arra, hogy tegezzelek és bácsizzalak. Igen. Hogy volt ez most akkor? Ki fedezte föl Galambos Erzsit? Add elő a saját verziódat, arra kérlek szépen. Hát kérlek szépen, mind a kettőnknek igaza van. Hát ezt rögtön gondoltam, megint én maradok benne a slamasztikában. Mi a Karcsival nagyon szorosan összedolgoztunk. Igen. És amikor én az Erzsit kimentem megnézni a Józsefvárosba, akkor nagyon föllelkesültem, hogy megtaláltuk a színház szubrettjét. Ezt rögtön elújságoltam a Karcsinak, aki persze szintén rögtön kiment és megnézte az Erzsikét. Ó, már értem, Kazimír odament és learadta a babérokat. Úgy így van? Akkor így már mindenkinek tényleg igaza van. 54-ben szerződtem le a Miskolci Nemzeti 50. Színház. Erzsi egy olyan nagyon friss, üde, új szín volt Miskolcon, hogy mi örültünk annak, hogy feladatokat tudunk neki adni. Úgyhogy... Na jó, de hát nyilvánvalóan ott voltak már időben, hogy mondjam, korábban odaérkezett hasonló szerepkörű színművésznők. Azok például hogyan vették? Hát egy igazgató akkor szét tűz közé szorult. A színháznál az csak úgy van, hogy azt kapja a szerepet, aki a legjobban alkalmas rá. Ez tényleg így van? Akkor hát a színház az egyetlen hely Magyarországon az értékrend érvényesül. Jobb színházakban ez azért így van. Aha. Úgyhogy kérlek szépen a Zeng az erdő kis kalandos problémák után volt a premier, biztos emlékszel rá, Erzsikém, hogy valami bokaficamod vagy valami volt? Ha nem, csak én szalagszakadást kaptam. Csak. És ennek ellen eljátszotta persze. Példát mutatok. Még, hogy gondolt, hogy ott ülnek az első sorban a Galambos Erzsi utódok, akik nézik, hogy mikor ficamodik ki a bokája. Nem, nem. Nem, ez nincs. Mutatok. Aki tőlem el tud venni egy szerepet, vegye, ha tudja. Tényleg? Na, de azért ott de van soha magas. Nem leszek beteg. Mert hát, ha aki eljöttem, beugrik, az jobb. Ugye végigkövetted az eddigiekben is, hát nyilvánvalóan Galambos Erzsi pályafutását. Igen. Szerinted befutotta azt a pályát, amit te 1950-es években reményként hozzáfűztél? Hát nézd, amennyiben rangsorolni lehet, operettszínház és prózai színház között szerintem nem lehet. Ha mégis azt mondom, hogy éppen a prózai szerepek alapján, hogy ő sokkal többet tudott volna produkálni, ha nem olyan soká ragad meg az operettszínházban. Én mindig azt gondoltam magamban. Most nem szidod, hanem dicséred, ugye, ha jól veszem ki a szavaidból. Ugyanis azt mondod ezzel, hogy prózai színésznőként is legalább olyan kvalitású, mint zenész színésznőként. Én mindig azt gondoltam magamban, hogy ő valamelyik nagy pesti prózai színházba fogja folytatni a pályafutását. Most, hát végül ez... is most már ott van, prózai színházban. Igen, és még van előttem 30 év, még nyugodtan. Igen. Akkor... Ez így van, szóval. Úgyhogy... Hát mégis, hogyha azt mondom, hogy több a próza, mert ebben benne van a operett is, valahogyan, akkor azt mondom, hogy én azt hittem, hogy többre fogja vinni az Erzsi. Itt nem van még 30 év. Persze. Nem haragszol Erzsikém? Dehogy haragszol. Na most viszont megmutatja azt, amit ön eddig elméletileg ugye fejtegetett, hogy tudnilik, prózában és zenés műfajban, legalábbis remélem, hogy megmutatja, egyaránt nagyszerű. Nekem régi mániám az, hogy aki ilyen virtigli színésznő, az tényleg mindent el tud játszani, akár egy négysoros dalszöveget is. De. Úgyhogy azt kérem szépen, hogy válaszunk így együtt közösen egy dalt, maga mondja meg, hogy melyik az, annyiban nem vagyok erőszakos, tehát engedek, hogy egy valamit válasszon ki mondjuk a repertoáriából, dal, még egyszer mondom, tehát dalműfaj, legyen nagyon valami ilyesmi. Igen. De hát, amit a legtöbb partnerrel énekeltem talán a luxus vonatot, jó? Ez a jön a luxus. Na most akkor először prózában. Azt kérem, mondja el prózában, igen. Aztán utána majd el is énekelheti, persze. Itt a luxus vonat. Fogta
Fogd a csom. Fogd a csomagomat. Amíg egy-két szivart beszerezek, foghatod. Hiszen nem neheze. Itt a luxus vonat. Fogd a csó. Fogd a csomagomat, és még megtöltöm a teljes üveget. Addig én is fogom a tiédet. Zene! Itt a luxus vonat, fogd a csó magomat, még egy-két szivart beszerezek, foghatod, hiszen nem nehezek. Itt a luxus vonat, fogd a csó magomat, s még megtöltöm a teljes üveget, addig én is fogom a tiédet. Vasutas, hol az a vasutas? Vasutas, ugye sok az utas? Van-e csin, hol a kocsin? Van-e csak csepp hely, a kicsi kocsin? Ez a sin, az a sin, avagy ez az a sin? Csacsicsit, ugye itt van a kicsi kocsin? Ne csám csokcsit, várak a csakicsit, megtaláljuk a kicsiket a sin! Köszönöm szépen. Tibor bácsi, nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egyet mondjál meg végezetül. Elégedett voltál mind prózában, mind zenében, ugye a művésznővel? Most is szerződtetném. Hát ez nagyon szép végszó. A fiad. Ő szerző. Miről, hol dolgozik a fia? Hát a Honvéd Kamara Színháznak az igazgató rendezője. Felhívás keringőre. További jó egészséget kívánunk. Szervusz. Ez a pillanat érdekel, szóval azért ez egy mozgást igénylő dal volt, ugye? Igen. És teszi is szaporán a levegőt. Ha színpadon van, és kitáncolják magukat, igen, már pedig hát ez ugye elég gyakran van, különösen operett színpadon. Mit kezd utána? Szóval hogyan tudja folytatni, hogy ne lihegjen ilyen nagyon, mint például most? Úgy Sándor, miről akar beszélni? Akkor természetesen ugyanúgy folytatom, mint ha semmi nem történt volna. Na most ennek van egy trükkje, ugye veszek egy mély levegőt, és akkor addig beszélek, hogy és akkor szépen lassan engedem ki, ez egy ilyen légzés technika, és csak beszélek. Versailles sztori, borzalmasan sokat kellett táncolni, és akkor mindig megvettem hátul, hogy levegőt, és közben mondtam a szöveget, közben tettem, vettem magam, csináltam ezt. Megint, mint egy sportoló, ugye, megint vettem a levegőt, ment. Az egyik előadáson összetévesztettem, hogy merre van a közösség, mondom. Egy nagyot ugorva, azt szeretném tudni, hogy mondjuk az önök korosztályában, meg úgy általában, sok-e a rivalizálás? Egyszerűbben is tudom kérdezni, hogy ne okozzak fejtörést. Rendesen utálják-e egymást? Hát nézzen ide, engem biztos nagyon sokan utálnak. De hisz miért? Mert én egy olyan, hát ez minden tud, ez mindig precíz, ennek mindig minden sikerül. Hát ez nem egy szeretetre méltó valami. Na persze ez a külső szemnek tűnik, így azért magában nem így éli meg számtalanszor a helyzetet. Persze, hát én mindig is nagyon szerettem volna, ha szeretnek. De most már úgy fogom, engem egy pár ember szeressen, a többi nem ér. Nekem egy a fontos, hogy jól tudjak vele dolgozni. Tehát én valakit úgy utálhatok, mint a... És azzal is tud dolgozni? Igen,
mert akkor belépek a színpadra, elfelejtem, és az az ember van ott, akiben nekem szerelmes kell lenni, akiben nekem kedvesnek kell lenni, hercignek kell lenni, hát azt azért nem lehet. Ne nézzen ilyen áthatóan, engem nem utál, csak hogy a közönség, nehogy azt higgye, hogy közöttünk mi ellenszem van. Csak mondom, jelzem. Sándor, az igazság, hogy én tulajdonképpen magamban nem utálok senkit. Legfeljebb nem hívom meg vacsorára, vagy nem megyek el vele szórakozni, vagy valami, de bennem nincs ilyen, tényleg nincs ilyen. Az Isten engem ezzel így megáldott. Jó, akkor még konkrétabban kérdezek, mert lassan el akarok jutni a következő vendégig. Ki az a primadonna, akit ön a legemberségesebbnek tart? Vigyázzon, egy nyilatkozatából vettem ezt a jelzőt. Németh Marika. Szó szerint. Következik. Németh Marika. Igen, igen, de erről mindjárt előbb azt magyarázzuk el a közönségnek, és mindkettőjüknek szól a kérdés, hogy miért tartja önt a legemberségesebbnek Galambos Erzsi? Hát most beszéljek magamról. Szóval miért? Szóval csak annyi, hogy hát jártunk együtt vidékre, meg jártunk külföldre, visszaemlékszel, cirkuszhercegnő. Igen, minden. És hát bizony nagyon strapás volt az életünk, és hát sok előadás, stb. És akkor úgy előadás után kiengedtünk, elmentünk egymáshoz, így a társaság összejött, és hát bizony volt ott olyan, hogy jaj, de fáj a lábam, na, vegy le a cipőd, add ide. Neki, mert jó, megmasszíroztam. Hány éve nem játszik aktívan? Hát tulajdonképpen a díva szerep, mint olyan, azt már 75-be leléptem onnan. Akkor közben később, 4 év múlva mégis játszottam a Cigány szerelembe. Akkor volt egy olyan, hogy Luxemburg grófja Honti szerepét örököltem. Akkor volt egy nagyon grand szerepem a Gerolsteini nagyhercegnő, Offenbach operettje. De ezek már ilyen alkalmi meghívások, vagy nem, visszahívások voltak? Én tag voltam a színháznál, azt hát tudom, most is örökös tag vagyok, de mondjuk nagyobb intervallumok voltak, tehát nem aktívan minden este, vagy, hanem eltelt jó pár hónap, amikor hát színpadra kerültem. És aztán a nagy szerep ugye a nagymama, körülbelül átlan 3 évvel ezelőtt, 4. éve, és... Tavaly a Nerzbunda? Igen, ez a Kander musicaljében. Azt láttam imádtam, is, igen. Imádtam a szerepet, mert végre nem kellett szépnek lenni, nem kellett viselkedni. Hát az aztán önnek igazán nehezen mehet, ha nem kell szépnek lenni, azt maszkírozni kell magából. Igen, azt nem, azt viszont nem soha. Azt mondtam, ha én nagymama vagyok, akkor ilyen nagymama vagyok. Ha így nézek ki, kész, fugtum. Meg hát azért önnek végül is azt hiszem, hogy elég nehéz helyzete volt az Operett Színházban, legalábbis Honti Hanna után. Mert Honti Hanna után, sőt már egy kicsit tulajdonképpen, ugye önöknek volt találkozási pontja, hogy ne. Szóval az ő életében is, amennyire én erre emlékezhetem, de fölfrissítettem az emlékezetemet néhány újságcikk segítségével, amiből kiderült, hogy azért önt már tulajdonképpen Honti életében, sőt aktív pálya során is egy kicsit Honti utódjaként kezelték. Amit nem tudom persze, hogy vállal vagy nem vállal, szereti vagy nem szereti, hogy ezt a bélyeget odaragasztják. Megtisztelő volt számomra. Én ugyan soha nem akartam utánozni a Hanuskát. Sokat lehetett tőle tanulni, de én a saját imidzsemet akartam felépíteni. Hogy hát, ha ott van a Honti, akkor mi legyen egy póthonti. Na de mondjuk, amikor ön aztán Honti Hannához képest tényleg nagyon fiatal volt, akkor azért ő már név volt a szakmában, ugye jól mondom itt a időben. Hogyne, tehát, Honti, persze. Tehát én valamennyire legalábbis, ha ezt úgy végig gondolom, akkor úgy képzelem, hogy az ember először az idoljait, ha egyáltalán önnek idolja volt Honti Hanna, idoljait meg akarja tanulni, el akarja sajátítani, hogy egyébként Galambos Erzsi ezt mondta is az elején, szóval ellesni mindent, és aztán utána az embernek, ami a sajátja, azt ráépíteni, ráhúzni erre. Hogy volt ön ezzel? Hogy küzdött meg a Honti image-el? Hát
tulajdonképpen nem kellett megküzdenem, mert olyan szerepet játszottam vele, amikor csak, vagyis mondjam, másodszereplő volt, mert tudod, átírták ezeket a darabokat, mint a Csántes királynő, hát a Cecília az egy szuper szerep volt. Az Angél, mármint a Luxemburg grófja, Madame Fleury, szuper szerep volt. A Honti egy más stílusba játszott. A Marika meg egy modernebb stílusban. Mondják játszik. Meg mindketten, maga is ismerte, hát persze, hogy ismerte. Hát az anyám is volt. Mi darabba volt? Darabba Honti. Ja, hogy úgy értem. Ja. Honti tényleg gonosz ember volt? Nagyon. Legendásan, így tartja a fáma róla. Na, hát a My Fair Lady-t játszottuk, miközben az Operett Színházat átépítették. Engem nagyon szeretett, mert attól mentse meg a Jóisten, akit ő nagyon szeret. Egyetlen egy öltöző volt, Csárdás királynő. Volt egy olyan öltöző a mostani művészszínházban, mielőtt még átépítették, ahol minden színésznőnek volt egy szék és egy ekkora kis asztal része. Ott öltözött mindenki, és a abszolút főszereplő kapott egy kis öltözőt. Na most, miután, amikor én játszottam a My Fair Lady-t, akkor én öltöztem abba az öltözőbe. Délután ment a My Fair Lady, este ment a Csárdás királynő. Na most a Csárdás királynő 7-10-kor kezdődött, a My Fair Lady-nek vége volt 6-10-kor. A Honti az első felvonás végén jött be, ami 3-9 után 5 perce lesz, pontosan tudom. Szünet, My Fair Lady szünet. 2:30-kor kezdődött, 3-4-kor volt szünet. 4 órakor. Már jött a sofőr, jött az öltöztetőnő, én nekem el kellett menni abból az öltözőből. És mondom, hogy miért? Azért, mert a művésznő először is sterilizálja az öltözőt. Sterilizálta? De házi WC-t hozott. Na de mivel? Hogy sterilizálta? Jaj, de jó témához jöttünk. Ilyen gondjai vannak nekem is. Tehát? Lemost az öltöztetőnő. Na most akkor én fogtam a motyómat, és nekem már akkor csak egy szék jutott, mert a többiek ott öltöztek, ugye? És akkor hozta, mindent leszedett, lehipozta izével. De ő saját kezüleg? Az öltöztető. Az öltöztető. Az öltöztető. Hát a sofőr meg segített neki. A sofőr segített neki. És ez alatt Honti még sehol? Honti az átjött hozzám az öltözőben, negyed. Jaj, hogy fértek itt el? Hát kérem szépen, akkor már annyit beszéltünk, hogy szegény odaállt a más világon, csupa csuklásból áll ezekben a pillanatokban, úgyhogy akkor idézzük meg az emlékét egy korabeli felvétellel. Ooh.
van egy nagyon nagy kérésem. Azt hiszem, ezt a dalt mindenki nagyon jól tudja, aki nem, lalala, búcsúzol, daluljuk el együtt, jó? De nagyon szépen kérem, mindenki éneken, Fridike is. Ja, hát örömmel. Igen, hát azt hallottam, hogy gyönyörű hangja van. Erzsike, hát te is, jó? Nagyon szép, úgyhogy, mert ha nem énekelnek, akkor reggelig itt maradunk, és gyakoroljuk ezt a nótát. Ne tessék fenyegetni. Kérem szépen, akkor... Köszönjük szépen! Akarom mondani, hogy nagyon helyes Németh Marika, szóval olyan tényleg csupa szív, csupa kedvesség, ugye? Nagyon szerettem. Igaz-e az, hogy ön tulajdonképpen szinte az egyetlen élő színésznő, aki mind az öt Latabárral együtt játszott? Igen, igen. Tehát, igen. Hogy is volt, hogy volt a... Na, Latyi Matyi ment a Fővárosi Operett Színházban. Mit mond Latyi Matyi? Latyi Matyi, a furfangos cukrász inas. Volt egy ilyen darab? Igen, ez még háború előtt. Háború előtt. És utána átment háború utára. Na, azt nem mondja, hogy már abban is játszott. Na, én kicsiken manócska voltam. Háború előtt, akkor jött a háború, akkor még a Kálmán is, meg az Árpád is nagyon-nagyon picik voltak. Háború után, amikor már a Fényes Szabolcs megkapta a színházat, akkor én, mint balett növendék voltam. Na, utána ment ez a Latyi Matyi, ahol volt a papa, ugye a Latabár Árpád. Ő a legidősebb, akire emlékezhetnek a nézők, igen. Ugye? Hát emlékezhetnek. Igen. Hát Latabár, ha maga emlékszik, Árpád, akkor igen. Még oly sokan emlékezhetnek. De az a nővérem volt. Utána volt ugye a Latabár Kálmán, utána volt a Latabár Árpád, ugye a két fiú. Igen. Na most igen. Ezek voltak hárman, a furfangos Latyik. Latyik. Na most ugye akkor meghalt a papa, maradtak a Kálmán bácsi. A hosszabbik? Nem, a ki, az alacsonyabb? Árpád, Árpád volt Kálmán. A hosszabb. A Kálmán, a szóval ez a két, ők velük is nagyon sokat találkoztam az Operett Színházban. Akkor a 8. osztályban, meg még több darabban, ugye meghalt az Árpád, maradt ki a Kálmán. Akkor, amikor a Kálmán még volt a színpadon, de jött az ifjú Latabár Kálmán, akkor abban vele egyet táncoltam. Na, akkor ez már a 4. Igen. A Hello Dolly-t eljátszottam Kecskeméten. Mit ad Isten? Ki a partnere? A legkifjabb Latabár a partnerem. Tehát én mind az öttel voltam olyan szerencsés, hogy dolgozhattam. Ha összehasonlítja mind az ötöt, mire jut? Anélkül, hogy most ilyen konkrét értékítéletet kellene mondania. Mire jutok? Szóval mesterségben, kvalitásban, színművészet teljességében kimutatta a legtöbbet, vagy mondjuk ki volt az ön számára a leghatásosabb? Hát a idős Latabár Kálmán. Na most, most azt kell mondani, hogy mind tud, mind jók, na de a Kálmán, tehát a Latabár Kálmán egy olyan fantasztikus egyéniség volt, hogy a fiának, az ifjabb Latabár Kálmánnak talán ez volt a nagy púp, hogy az apja egyszer ilyen zseni volt. Na hát kérem szépen önnek borzasztan, hiszen ez az ön napja vagy az ön estje. Tényleg? Nagy szerencséje van, tudnillik. Én ma meghívtam ide az összes élő Latabárt. Latabár Kálmán és Latabár Árpád következik. Ja. Bűnösök vagyunk mi, mert éjszakázgatunk mi, s nem vonz bennünket 10-kor még az ágy. Ó, e romlott város, e kölcseinkre káros, s az ellenállás szív, s a zívünkre balány. Hogyha új leány van, a Fridi múzolában, mi már előre értelánkodunk. Ó,
be finom itt a helyzet, csóka, csaj, meg tarka tánc, és a lány, mint könnyű szerzet, még mit is kívánsz? Korunkat elfeledjük. Egyéb bajunkkal együtt. Mi helyt a lány, a kis zsivány? Ha táncra hív, mi nyomban táncolunk, lunk, lulunk. Jaj, Istenem, Istenem. A jányok, oda néz, fiam, te is érdemes. A jányok, a jányok, angyalok. A férfiakkal mi csak komédiáznak. A jányok szerelme nem egy sötét dolog. Mindjárt jövök. A jányok a csóktól csak ritkán fáznak. Adjon egy puszit ide. Kaptam egy puszit. Ide! Ide! Na majd dekadalazom. Kaphatnék én is egy puszit? Micsoda differencia! Még időben is! Árpád! Árpád, ne felejts el lélegzetet venni! De különben nem vagyok irigy. A családba marad! Mert a jányok, a jányok, a jányok angyalok, az oltárhoz nem szólnak élet. Új műsorok, új férfiket, mert ők sosem felejtik el. Gyerünk, 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 mert gyors az élet. Várj, nem akartunk üres kézzel jönni. Tessék, egészen friss. Most... Szedtél. Most szedtük ki a lány kezéből. Tessék, tessék. Köszönöm át, szépen. Na, megint, hogy költségbe vertétek magam. Na lát. Milyen közismert? Ismer engem valahonnan. Igen. Közismerten ilyen... Gavallér? Gavallérok számból vettek ilyet szó. Igen, tényleg? Igen. Na, akkor Sándorkám, megnyugodhatsz te is, Erzsikém, csókolom a kezedet. Te is, itt van az atya, a fiú, és te vagy a Szentlélek. Kérlek szépen, azért gondoltam, hogy ideidézlek benneteket, egyrészt a család képviseletében, meg a magatok képviseletében, mert ugye ebben a pillanatban hittem én, hogy két élő Latabár van. Ám de kiderült, amit én soha nem tudtam. Maga tudja, hogy van egy lány testvére a Kálmánnak?
Miket mondasz? Neked van? Nem, nem neked van. Nem tudok. Én nem mit tudok. Mondtam? De jót mondtam. Igen, csak az Erzsi úgy értette, hogy, hogy nekem van, de... Ne. A nagyon rímnak. Ebben a rumliba. Én csak a férfiakat is. Hát ez biztos. De azért megmutatjuk egy pillanat a Latabár Katalin. Álljon föl, tegye azt meg, legyen olyan kedves, mert hát egy ország tisztel most föl. Persze. Most már igen. Még milyen csinos is ráadásul. Bocsáss meg, most már igen. Ja, most már igen, megvan. Igen, igen. Olyan ritkán lehet benneteket együtt látni. Hát külön-külön is egyébként, ha már itt tartunk, de együtt aztán végképp. Miért nem csináltok duetteket gyakrabban? Hát nézd, Kecskemétről nagyon nehéz duettet csinálni. Ja, mert hogy a fiad ott játszik. Ott van, ott játszik. Ahol Pesten van, és ez így nem jön össze. Aha. Erzsi művésznő mondott egy nagyon érdekeset itt az első rész folyamán, hogy tudnélik, mielőtt bejöttetek volna, hogy mondjuk az édesapádra komoly árnyékot vetett, és ez nem biztos, hogy a szó rossz értelmében vett árnyék, de mégiscsak egy súlyt helyezett az édesapja, tehát mondjuk a te nagypapád és a te édesapád, hiszen olyan zseniális volt, olyan mérhetetlenül nagy pályát futott itt be, hogy utána jönni Latabárnak és megmutatni, ilyen szempontból már a kicsinek sokkal könnyebb dolga van, ugye? Mert hát azért most már nem hat a meglepetés erejével, hogy megint van egy Latabár, meg megint van egy Latabár. Mennyire befolyásolta ez a te pályádat? Az elején nagyon nehéz volt, de miután 30 éve vagyok az Operettszínház tagja, eddig végigjátszottam az összes nagy szerepeket, amiket táncos komikus eljátszhatott volna. De érezted azért Kálmán ennek a szorítását? Na hát... Kicsit éreztem. Érzem én, hogy ott a sorok között azért ez mújik. Már csak azért is, mert hogyha jók a híreim, akkor te zongoraművész, illetve jazz zongorista lettél volna szíved igen, szerint. Ugye? Úgy kezdtem, mint zongorista. De nálatok kötelező volt a színészetet továbbvinni? Ne, de hogy volt kötelező? Na Árpád, akkor most te jössz. Mondd meg, hogy mondjuk az édesapád rád parancsolt, hogy színésznek kell lenni, fiam. Vasvilával kergetett. Ó, nem is akarta, hogy legyen. Tényleg nem? Azért mutatnék egy részletet, mégpedig egy, meg nem mondom már, majd tessék szívesen kisegíteni, hogy melyik darabból. Az archívumban hiába kerestem a címét, nem találtam, de te és édesapád játszottok, noha úgy tűnik, hogy te vagy idősebbre maszkírozva. Nem számít a korkülönbség, üsse meg a kő. Nincsen öreg férfi, hogyha fiatal a nő. Nekem minden nő a zsánerem, sajnos nem lehet hárenem. Csak szép nő van a világon, én mindegyiket imádom. A bőrük, mint a tajszín, és nem számít a hajszín. A huncut, a zsivány, a kövér, a savány, a fűr, vagy félrelép. Akkor sincs csuna nő, sose lesz csuna nő, csak mindig szép, 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 szép. Formás májom, darázs, derék, két kis karcsú láb, eltűnik a szemünk alól minden szarkaláb. Nyomtalanul eltűnik a homlokról a ránc. Örök ifjúság a nő, a dal, a csók, a tánc. Nekem minden nő a zsánerem, sajnos nem lehet árerem, csak szép nő van a világon, én mindegyiket imádom, a bőrük, mint a tajszín, és nem számít a hajszín, a huncu, a zsivány, a kövér, a sovány, a hű, a férrelék. Akkor sincs csúnya nő, sose lesz csúnya nő, csak mindig szép, 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 szép. Hát igen, ez még színház volt, ez még színház volt. Legyetek olyan szívesek megmondani, pláne meg megmutatni, amelyikőtök vállalkozik rá, nem bánom, de maga is kisegíthet, szóval vannak, ahogy nézem ezt a felvételt is, igazán jellegzetes a Latabár lépések, amiket csak ők, szóval a családba tartozók tudtak és de tudod, tudnak. Melyik az? Én már fáradt vagyok ahhoz. Te tudod melyik? Én még nem vagyok elég fáradt. Na tessék. Nekem kell megmutatni, hogy melyik.
egy kicsit óka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van, míg borban a kiskor fantasztikus. Na most akkor azt mondd meg, Árpád, mert hogy Erzsi tudja, az nekem most már egyáltalán nem megdöbbentő, hiszen mindent végignézett 200-szor, remélve, hogy valaki megbetegszik, szerintem még a latabárokra is gondolt, és beállhat helyettük, el tudom képzelni. De hogy például te, aki a legkisebb vagy, legalábbis a sorban, tanultad? Szóval nézted videóról régi felvételekről, vagy pedig ez benne van az ereitekben, meg a lábaitokban? Hát lehet, hogy furán hangzik, azt mondom, hogy benne van, de ha azt mondom, hogy nem néztem, akkor hazudnék, mert néztem is. De ezt én szerintem teljes táncos tudod, hogy szóval ezt lelopni nem igazán lehet, szerintem. Ez tanúsítható. Ez, hogyha úgy megvan, akkor vagy jön, vagy nem jön. Nézd, édesapám mondta, hogy a magyar színpadon a Latabár névnek tovább kell menni. Ezért, jaj, már értem, akkor ezért vagytok felváltva, hol Kálmán, hol Árpád, hol Kálmán, igen. Ha neked utódaid lesznek, akkor Kálmán, Árpád. És még valami. Akkor Erzsi. Ne. Milyen nagyszerűen brillírozol itt poénokkal. Azt tudod, hogy például bejött a bent volt a Kálmán, és bejött ő, ott nem volt lacafaca, ott késcsok volt. Szóval... Igen? Most ez megvan még. Most is ő is kezdett csokkol apukájának. Igen? Magázódunk. Ki? Kés. Hogy te az apukádnak? Igen. Igen. Hát és ő is az apukájának. És a Kálmán is a nagypapa. Szóval mind, ott késcsok van. Szóval nincs az, hogy csak úgy bejövök. Nem, bemutatom, ez így megy, hogy... Mondjuk én vagyok az apuka. Nem, itt van, hát itt van az apja. Várjál, cseréljünk meg kicsit, mert hozzászoktam már. Igen? Hozzászoktam. Hát hozzászoktam párival. Te, hát én csókolom. Szevasz. A keményebben, ahogy az úgy szevasz. Valahogy így. Csókolom, hogy tetszik lenni. Köszönöm. Jó, tudom, fiam. Igen. Na, ez így. Ez így van. Ez fantasztikus. Le vagyok nyűgözve. Többen le voltak nyűgözve. Meg kell, hogy mondjam, én remélem, hogy ezt a műsort is nagyon sokan nézik, mert egy országtanú stílus, és ezt most tényleg nem ironikusan mondom, hanem nagyon komolyan. Ez fantasztikus. Úgyhogy apuka gratulálok. Is, apuka is. És azt is el kell mondanom, hogy amikor együtt voltak ők, már nem tudom, hogy melyik darabban, Cirkusz én biztos ott voltam bocsánat. A háttérben, amikor a Kálmán csinált valamit a színpadon, az apja lerágta a 10 kerét. Szóval ez így tart. Amikor az Árpáddal csináltuk a Hello Dollyt, nem tudtam elkezdeni, mert ment a darab, már nem tudtam elkezdeni, hogy mi az Isten van. Már reggel 10-kor elkezdett sétálni a színészházban, mi az, hogy jön az apám. Hát mondtam, itt van, akkor itt van. És de ne viccelj, azt mondja, jön az apám, és mi van? És azt mondja, nézted? Hogy szól? Nézd ki! Mi? A ügyelő, nézd már ki a lukon, mit szól az apám? Mosolyog, áll, kiment, bejött, nézi, nem nézi, mit csinál? Szóval nagyon, nagyon azért ez szép dolog. Ez szép dolog, és tényleg ezt gratulálok. Na, hát azért nem engedünk ilyen könnyedén benneteket, mert még egy dal van. Azonban mindkét fél számára mondom, most úgy értem a mindkét fél számára, a latabárok számára is meglepetés lesz, és Galambos Erzsi számára is. Ugyanis nagy csellel egy dalt tanítottunk be mindkettőtöknek. Hát persze mind a ketten, mind a hárman tudtátok. Következik ugyebár a, szerintetek mi? Hát a simmi. A simmi. Na most simmi. Galambos Erzs is elgyakorolta a simmit, de hát magában, mert a délelőtti próba ugye egyedül neki volt. Úgyhogy kérlek szépen, most itt aztán nagy rögtönzés következik. Azt tudom, hogy úgy kezdődik a dolog, hogy te oda mégy a zongorához, igen. És leülsz, és elkezded játszani. Nem ülök le, nem. Hogy nem ülsz le? Én állva játszom. Te állva játszol? Jót állok magamért. Na jó, akkor következik, és aztán nézzük, hogy mi lesz. Én is menjek oda? Majd ide jönnek egyszer csak. De nyugodtan instruálja, vagy bármit is mondjon, szóval... Hát majd, ha a tánc jön, tudtok valamit? Jön a vele nagyság, simmit járni, bizsenek a vérem, nem tud várni, a zenekarban ott-ent ott a tam-tam szól. És semmi ma a táncok fenkő csúcsán, már egy csesemő is mindent nyugva, a játékba kaptuk, vesztett mi az altantól. Erre van, hogy most a vesztés dancik,
ez lesz a divat, Miss Unden Franzik, hozd piátai, ennyi gyerből csak Kongónál. Mi csak a szemesen mi voltál, Miske, nem adom, hogy értem minden nincske, simi, 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 szívem tüske, simi, nincsen bár. Gratulálok, köszönjük szépen! Magánéletéről szabad kérdeznem? Hát, ha módjával. Ami köztudott, illetve hát ez már megjelent számos cikkben, és most is mondta az est folyamán, úgy emlékszem, hogy háromszor volt férnél. Igen. Közismert Petrovics Emillel való házassága. Ezt annak idején ilyen mintaházasságként emlegették, legalábbis a riportok így szóltak. Igen, felosztak Pestre, és ott Petrovics Emil ott dirigált. Óriási szerelembe estem vele, és az tartott 20 évig. Szóval, és ő az én édes drága gyerekemnek az édesapja. Tehát, és mondhatom azt, hogy eléggé lóellenzős, tehát ilyen szerelem volt. Uh-huh. Aztán, semmi és senki nem fért abba bele? Nem. Amíg tartott? Igen, hát 18 év után szerelmes lettem egy kollégámban, mert kibe legyen az ember szerelmes. Ami egész érdekes volt, mert 18 évig ugyanabban a színházban voltunk, rá nem bírtam nézni, úgy utáltam. Csak milyen pillanat hozta meg a változást? Színpadon megcsókolt. Mire tanítja meg, vagy mire tanította meg egy társas kapcsolatunk? Az kiderült, hogy ezek a szorosan vett társas kapcsolatok az ön számára fontosak. Igen. Mit adtak ezek? Mondjuk a Petrovics Emillel, ha már így név szerint őt emlegettük, való házassággal. Én tulajdonképpen a Emiltől mindent megkaptam. Tehát, hogy mondjam, az egyetemet tőle kaptam. Tehát azt, hogy én tudok, azt, hogy én művelt vagyok, azt, hogy tudok az emberekkel bánni, hogy tudok az embereknek megbocsájtani. Szóval tényleg egy fantasztikus ember volt. És azért is nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy lehettem ilyen hülye. Mert ha nem jön ez a szerelem, akkor én a mai napig is Petrovics Emilné vagyok. Szóval... És az elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk miután elmúlt ez a közbejött szerelem, utána visszatér hozzá? Vagy a már büszkesége nem engedte? Én nem vagyok egy megbocsájtó típus. Hát itt megbocsátani önnek nem nagyon kellett volna, legfeljebb neki. Na azért mondom, se ő, se én nem vagyok egy megbocsájtó típus, mert nem. És a hazugság az nálam fő bűn. Ha még egyszer kezdhetném az életem, akkor még egyszer ugyanúgy a Petrovics Emil felesége lennék, csak nem követném el azt a hibáságot. Ha jól értem, ezt akkor megbánta? Nagyon. Rettenetesen megbántam. Rettenetesen megbántam, mert egy ilyenben ugye az embernek van egy gyereke. Ezzel együtt a gyerekével való kapcsolata is kicsit megrodjant? Hát hiszen a gyereket hosszú ideig, ha én jól tudom, Petrovics Emil nevelte, vagy vele volt, valami ilyesmiről hallottam. Négy évig. Öt. Igen. Tudnélik, egy gyerek, akár, szóval egy gyereket nem lehet ketté vágni, hogy most anyukával vagy apukával legyek, és amikor... Én úgy éreztem, hogy a gyereknek sokkal nagyobb szüksége van, hisz az Emil nálam sokkal okosabb, sokkal jobban, hisz egy igazi pedagógus, és tőlem biztos nem tanult volna annyit a gyerek, mint amit az Emiltől. Hisz akkor nem, ez az is benne van, hogy az én gyerekem zenepedagógiából kitűnően diplomázott. Szóval egyszerűen az egész életét a Petrovics Emil rááldozta az Eszterre. Amit kérdeztem, hogy viszont gyerekével való... Bocsánatot kérek. Gyerekével való kapcsolata így lazábra sikerült? Mint
ahogy remélte vagy szerette volna? A gyerek ahogy nőtt, ahogy fejlődött, ahogy nővé lett, hisz most április 21-én múlt 23 éves. Hát azért ez egy csodálatos. Most azokat a dolgokat, azt, hogy szerelem, meg azt, hogy én megbolondultam, akkor nem értette meg. Most azért már megérti, hogy azért én is csak egy ember vagyok, és követhetek el hülyeséget. Szóval, de ez most így egy lett nekem egy barátnőm, hisz odáig eljutottunk az Eszterrel, hogy nem ő panaszkodik, hogy anya, most ez a fiú milyen van, hanem én panaszkodok neki, hogy már megint mi történt velem, meg hogy volt, és most adjál tanácsot, mit csináljak, hogy csináljam. És manapság is kell tanácsot adni önnek, már férfiak vagy fiúk dolgában? Igen, megbeszélem a lányommal. Na most rákérdezhet. Hát, de tudja, de érez engem, virveli színésznő. Szóval én még azért mindig, most Latabárétól nagyon sokat tanultam, tehát mérhetetlen udvariasság után a mai kezét is megcsókolom. Inkább és... előtte jobb azon. Hogy tudni, Lili? Hogyan veszi a lánya, hogy tulajdonképpen az édesanyjának most egy majdnem vele, mármint hogy a lányával egykorú társa van? Hát nekem ez nagyon nagy problémám volt, ezt is nem mertem neki bevallani. Húztam, halasztottam a dolgokat. És mondtam, hogy Eszterkém, ülj le, anya el akar neked mesélni valamit. Azt mondja, anya, csak nincs valami baj. Mondom, hát baj nincs, csak hát megint szerelmes lettem. Azt mondja, na anya, hát az remek, hát ennél jobb dolog nincs, mondom, ja, de milyen fiatal. Azt mondja, mennyire fiatal? Mondom, nagyon. 40. 30. 30. Alatta? Hát nem cifrázom, 27. Azért nem probléma, mert a párom, akivel együtt vagyok, annak nem probléma. És most már ahogy kezdem számolni, másfél éve együtt vagyunk. Szóval ez nem nagy, nem probléma az embereknek. Sokkal nagyobb probléma az, hogy láttad az, milyen öreg, és itt van ez a fiatal. De az senkinek nem probléma, hogy egy 65 éves vagy egy 70 éves férfi a drága, aranyos, megszokott feleségét leváltja egy 10-re vagy egy 20-ra. Hát nem. Hát az senkinek fel sem tűnik. Hát már bocsánatot kérek. Egy ország nő nézői csapták össze a tenyerüket. Azt nézze meg, divatot fog csinálni. Hát mert nincs igaza. Na ugye. Nagyon kevés olyan házasságról tudok, ahol egy 20 nem lép bele a levesbe. És akkor szorongok a férj ízé, és egyszerre minden rossz a feleségbe, akivel együtt megöregedhetett. Na, én legalább senkitől senkit nem veszek el. Nem? Mutatok egy filmet. Már csak azért is, mert én megdöbbentem. Hosszú percekig néztem, és tudtam, hogy ebben a filmben játszik, de aztán nem találtam, egész egyszerűen nem találtam magát. És aztán kiderült, hogy percek óta önt nézem. Na, megmutatom. Atya, úrist! Gyöngyvirág! Jelentkezem, hallgatom, főnök Vétel. 4263-as rendszámú taxi ma éjjel, 1 óra 15 perckor Tamási Mariant a Tabari revűbárból a Somfa utca 40-be vitte. Köszönöm, vége. Hát, ha maguk ilyen gyorsan dolgoznak. Tehát? Oké. Itt voltam. Na végre. Remélem ezzel minden tisztázódott és én fölmehetek. Egy pillanat. A taxi 1 óra 15-kor indult el önnel a lokál elől. Hánykor érkezett ide a házba? 1:30 körül Attila lejött értem a kocsihoz. Tehát 1:30 tájban érkezett. És mikor távozott innen? Azt nem tudom. Talán úgy... Mikor? Nem tudom. 4:30. Igen, 4:30 volt. Köszönjük, hogy ide fáradt, művésznő. Remélem Frednek nem jut a filébe a dolog. Nyugodt lehet, művésznő. A viszontlátásra. Viszontlátásra? Majd megveszem az újságokat. Neked milyen dolgaid vannak, állati? A film Bán Róbert, a gyilkos a házban van című filmje.
És hát nem fogom hosszan húzni. Tudja, ki következik a filmből? Klossz kapitány. Stanislav Mikulski. Tényleg? Semmit nem változott. Pozatím, že postarželišmi se. Azon túlmenően, hogy néhány hónapot öregedtünk. Annak idején, hogy hát a Klossz az átütő siker volt. Szóval Magyarországon én nem is emlékszem, hogy valaki ilyen pillanatok alatt óriási méretű sztárra nőtte volna ki magát, mint ahogy ön tulajdonképpen az ismeretlenség homályából előbukkanó lengyel színész. Valójában ez csak nálunk volt ilyen nagy siker, vagy amerre bemutatták mindenütt? Én tulajdonképpen mindenhol. De úgy, ahogy itt önöknél ezt a filmet fogadták Magyarországon, ez az én legbátrabb elvárásaimat is túllépte. Ez már történelem. Azért engedjék meg, hogy néhány mondatot erről mondjak. Tehát történt a dolog 70-ben, amikor már ugye itt a Klossz film bemutatása után a magyar tévében meghívtak engem a magyar újságírók, hogy a híres színész újságíró foci rangadón vegyek részt. A híres, hírneves Népstadion. Sturnem Népstadion. Jó. A Népstadionba fordítom önöknek néha én is. 100 000 ember, tehát kicsit több, mint ahányan vannak itt most a nézőtéren. Hogyan viselte a sztárságát? Tudnék, az én híreim szerint például voltak olyan magyar rajongó nők, akik egészen Varsóig, az akkori színházáig mentek, és heteket töltöttek, ott táboroztak, csak azért, hogy egyszer lássák magát. Igaz ez, hogy magyar különítmény érkezett a Varsói Színházhoz? Magára várván? Hát egy. Egy jött. De az 3 napig ott volt. Jó, és manapság mit csinál? Nem dolgozom színházban. A tévével együttműködöm, a rádióval. Színháztól, ha kapok valamilyen ajánlatot, nálunk most úgy alakult ki Lengyelország, hogy állandó színi társulatok nincsenek. Úgyhogy a színészeket adott produkciókra szerződtetik. De csak nem azt akarja mondani, hogy nyugdíjba ment Klossz kapitány. Kapitán Klosztán? A Mikulski ezt segít. Klossz kapitány igen, de a Mikulski még nem. Az utolsó perceket látják Galambos Erzsés váratlan vendégeinek műsorából, és tulajdonképpen itt már ebben a kerthelyiségben iszonyúan jó a hangulat. Akik itt a jó hangulatot mindjárt még megalapozzák, Galambos Erzsi tanárnéni, vagy tanítónéni, vagy pedagógus asszony, színművészeti főiskolán lévő második évfolyamos operett, musical szakra járó hallgató. Jó, bonyolultul mondtam, de a lényeg benne volt, ugye? Akkor kérem szépen, hívjuk be az ön partnerét, Csere László következik. Tisztelettel a zenekar, 3 és... Én mondom, ez pompás, megy már az udvarlás, a szívem az helesen dobol. Ne vicceljen, kérem, csak tanuljon szépen, a vizsga nem egyszerű dolog. Nem szólok egy hangot, csak állok és várok, mert költő az nem voltam soha. Az nem baj, meglátja, biztos eljön az igazi, a nagynő, a csodálatos Lévi. Ha itt lesz, hát leszek végre férfi, és bátran mondom néki, elviszlek.